Falugyűlést tartottak Csíkkarc falván, az eseményen részt vett Kelemen Hunor, az RMDL szövetségi elnöke is, aki az elmúlt közel 2,5 éves kormányzati munkájának eredményeiről számolt be. A hátsó felépül egy háromszintes iskola, és a tornateremet megcsinálom, hogy egy nagy tornaterem legyen. 5 millió eurós pályázatból készülnek az új iskolaközpont tervei, számolt be a karcfalvi falugyűlésen Gábor Tibor polgármester. Ugyanakkor elkészültek a tervei egy egészségközpontnak, amiben az orvosi rendelők mellett szolgálati lakások is lesznek orvosok számára. A felcsiki településen, Csíkkarcfalván az elmúlt években számos beruházás történt. Az eddigi megvalósítás az a jégpálya és a metodika terem és a kollégium. Ez a legnagyobb, ami az elkövetkezőben, a gáz lesz a következő, amelyik az elkövetkezőben egy nagy megvalósítás, de az, ami nekem úgymond a legjobban fog tetszeni, a karcfalvi iskola felújítása és ez egész térrendezés körülötte. És csak akkor van értelme a kormányzásnak, hogyha tudunk valamit tenni az emberekért, hogyha tudunk valamit tenni azért a közösségért. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke az elmúlt kormányzási időszakot ismertette, de szólt azokról a nehézségekről is, amelyekkel úgy a közösség, mint a kormányzásban résztvevő RMDS szembesült és szembesül, úgy mint járvány, orosz-ukrán háború, infláció. De egy-egy megvalósítás az akkor látszik, amikor elmész egy olyan településre, ahol az elmúlt években dolgoztak, ezekből a tervekből valamit megvalósítottak, illetve a tapasztalatunk az, hogy nagyon sokszor nem tudnak arról, hogy mennyi mindent végeztünk a kormányzaton, mert az emberek egyébként nem ezzel foglalkoznak reggeltől estig, mindenki a maga dolgával van elfoglalva, és ilyenkor, hogyha beszámolunk, akkor érzik, látják azt, hogy a kormányzásnak milyen eredményei vannak, és egyáltalán, hogy mit teszünk. A falugyűlésen felszólalt a Hargita megyei egészségbiztosító pénztár igazgatója, Duda Tihamér is, aki elmondta, hogy a szükséges 153 családorvos helyett mindössze 130 van a megyében, fele pedig közeledik a nyugdíjkorhatárhoz. Ugyanakkor bemutatták Karcfalva új családorvosát is, Baróti Barnát, aki Csíkszentkirályon végzett munkája mellett hetente 2 alkalommal fogadja majd a betegeket a felcsíki településen is.